új helikopterek, adventi fények, toros káposzta étteremből. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 23-án 18 óra 5 perckor. Átadták a Magyar Honvédség számára az első négy Airbus H-145M könnyű szállító helikoptert. Az ünnepélyes eseményre az MH-86 Szolnok helikopterbázison került sor. Az eseményen részt vett Kubai Imre, a közgyűlés elnöke is. Hát a most átadott négy helikopter hogyan illeszkedik a haderőreformba? Az ennyi 2026-os honvédelmi és haderőfejlesztési programnak az egyik alapkérdése volt az üzemeltetett haditechnikai eszközöknek a megújítása. Ebben is kiemelt szerepet kapott a légierő. A légierőn belül is a forgószárnyos gépparkunknak a felújítása, hiszen azok a forgószárnyos eszközeink, helikoptereink, amelyek üzemben állnak, azok már az üzemidejüket ki fogják futni, további üzemeltetésük nem célszerű, egyébként sem felelnek már meg az új követelményeknek. Ezért született döntés a forgószárnyos képesség teljes megújítására. Nos, ebbe a programba illeszkedik a H-145M könnyű, többszélű helikoptereknek a beszerzése. Ezeknek a helikoptereknek a sajátossága az, hogy gyakorlatilag egy platformról beszélünk, de a adműleti követelményeknek megfelelően több fajta feladatrendszerre föl lehet őket készíteni a leszállított berendezéseknek megfelelően. Alapvetően ezek személyszállításra alkalmas könnyű eszközök, de azon túl föl szerelhetőek mentési feladatokra, egészségügyi kürítési feladatokra, tűztámogató, felderítő feladatokra. Nagyon-nagyon széles körű a paletta, ahol ezeket tudjuk alkalmazni. A katonai alkalmazáson túl természetesen ezek alkalmasak polgári feladatok megoldására is, gondoljunk például árvízvédelmi, egyéb katasztrófavédelmi feladatokra, ahol ezek az eszközök nagyszerűen megfelelnek ezekre. Mennyivel korszerűbbek ezek a gépek, mint az oroszok? Mondhatom azt, hogy kategóriákkal modernebbek ezek a helikopterek. Ebben a helikopterben már nem találunk analóg műszereket, itt minden digitális, és olyan komoly műszaki felszereltséggel rendelkezik, ami nagyon megkönnyíti a pilótáknak a munkáját. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy már nem kell kifejezetten a repülésre koncentrálni, hanem a repülés mellett az egyéb feladatokra sokkal több idő jut a pilóta részéről. Már reggel az óvodások fenyőfa díszítésével kezdetét vette az adventi fények karácsonyváró rendezvény, melyet a Városháza előtti térre szervezett a Dériné Kulturális Központ. Délután már sült gesztenyét, forralt bort, kenyérlángost is kóstolhattak a térre látogatók, és a Bengecseg Alapítvány szervezésében élő betlehemi képet nézhettek meg kicsik és nagyok a Szent Családdal és a juhokkal. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel beszélgettünk, itt mögöttünk igazi karácsonyi hangulat van, hiszen újszerű megoldást választott a Dériné Kulturális Központ, adventi fényeket varázsolt most ide. Hogy tetszik önnek ez a varázslat? Nagyon tetszik, és sajnálom, hogy a tévénézők nem érezhetik azokat az illatokat, amik itt a Városháza előtti téren körbevesznek bennünket. A kürtős kalásnak az illata itt hátam mögött, érzem a birkapörkölt illatát, és ha a karcagon a birkapörkölt illatát érezzük, akkor mindenképpen ünnep van. De azt gondolom, hogy érződik a karácsonyi ünnep, hiszen egy kis csoda, ami itt a hátam mögött is van, hiszen a város óvodásai mind feldíszítettek egy-egy karácsonyfát a saját kezük munkájával, és ennél csodálatosabb dolog nincs, mint hogyha egy gyermek készül a karácsonyra az ő munkájával, és én azt gondolom, hogy nem csak a gyermekek, a szülők, a családok is készülnek, és egy város is tud készülni a karácsonyra. Karcag ünnepi fényekbe öltözött, és már érezzük azt a hangulatot, azt a bensőséges hangulatot, ami a karácsony közeletével vár ránk mindannyiunkra. Én azt gondolom, hogy méltóképpen tudunk készülődni lélekben, testben, azokra a csodálatos dolgokra, arra a csodára, ami ránk vár a karácsony ünnepén. És mögöttünk már igazi karácsony előtti hangulat van. Újszerű dolgot találtak ki idén, hiszen idehozták a karácsonyt a télre. Honnan jött ez az ötlet? Egy picit rendhagyó, ugye az előző évekhez képest, üdvözlöm a televízió nézőket, tehát egy picit rendhagyó az előző évekhez képest,
de hagyományteremtő szándékkal szeretnénk ezt a rendezvényt megrendezni Karcagon a későbbiekben is. A cél az volt, hogy meg tudjuk szólítani a fiatalokat, a családokat, a középkorúakat, az időseket, tehát mindenkit meg tudjunk szólítani egy kötetlen összejövetelre, barátkozásra, karcagi, vidéki, ismerős, ismeretlen, álljon meg egy kicsit beszélgessen, legyen egy kis, minden indult a gondolat, hogy legyen egy kis hangulat, egy kis fény, egy kis íz és egy kis illat. Tehát minden, ami a karácsony körítése gyakorlatilag. Nyilván nem csak erről szól a karácsony, de azt gondolom, hogy azok a baráti találkozások, közös borozgatások, beszélgetések nagyon fontosak, és hozzá kell, hogy tartozzanak a karácsonyi hangulathoz. Itt vannak pici gyerekek, karonő gyerekek, nagy csodájára járnak az élő Betlehemnek. Azt gondolom, hogy sokan most látnak először ilyen élő kis állatokat, megsimogatják őket, beszélgetnek anyukájaikkal, nagyszülőkkel. Megnézik azokat a fákat, amelyeket az óvisok feldíszítettek, eljönnek megmutatni anyának, tehát itt láttuk az előbb, hogy mutatta, hogy anya, ezt én készítettem, tehát különösen ráhangolódás jelent ez a mai nap. Így van, reggel kezdődött ez a ráhangolódás a gyerekekkel, hiszen minden óvoda kapott egy fenyőfát, amelyet saját készítésű, különleges díszekkel tettek egy kicsit varázslatossá a gyerekek, és hát valóban, ahogy véget ért az óvoda, erre jöttek a családok, innen sétáltak haza, visszajöttek, ahogy sötétedett, nem egyszerre, hanem külön-külön, mindenki megmutatja a saját kis fáját, találkozik a barátjával, óvodatársával, szülők találkoznak egymással és beszélgetnek, tehát azt gondolom, hogy valóban arról szól a karácsony, ez az előtte lévő várakozás, amiről igazán szólni kell, hogy együtt legyünk, közösen legyünk, és egy picit felejtsük el a napi problémákat, örüljünk együtt. És ebbe az örömbe azért beleszólnak a helyi együttesek is, hiszen a helyi kórusok lépnek föl. Azt hiszem, hogy ezt azért már megszoktuk sok városi rendezvényen, hogy helyet adnak és helyet biztosítanak azoknak a tehetséges, idősebb, fiatalabb kórusoknak, amelyek a városban működnek. Így van, szól a zene, hiszen ez hozzátartozik a hangulathoz. De ne csak gépről szóljon, amikor valóban ilyen tehetséges kórusaink vannak, akik egy picit meg tudják idézni azokat a fiatalos vagy régmúlt dalokat, kórusműveket, amelyeket nyilván mindenki a saját szívéhez mérten választott, már a kórusokra gondolok. Az idősebbek egy kicsit a régebbi dalokat, a fiatalok egy kicsit a mai dalokat éneklik, és azt gondolom, hogy ez a közösség, ez a korosztályok közötti együttlét, ez ugyanúgy fontos számukra. És hát ugyanúgy lehet sürgesztenyét kóstolni, a nagyoknak már forradbort is lehet, de kürtös kalástól kezdve sok-sok olyan dolog van, ami mind hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit ünnepi legyen ez a mai nap. Valóban egy kicsit a hangulat miatt is lehet fogyasztani ezeket a termékeket, ugye a forradbort, kiki kedve szerint, vagy a teát, vagy a forró csokoládét. Aki a megfázással küzd, mint én, annak nyilván ez különösen jót tesz, de egy picit az ilyenkor a hideg, az azt gondolom, hogy meg is kívánja ezt a fajta élvezetet, a teát, a csokoládét, a forralt bort. Egy dolog hiányzik, hát reméljük, hogy a közeljövőben azért az is meg fog érkezni, hiszen egy pici hó azért jó lett volna a mai napra. Gyerekekkel, azt gondolom, hogy az időjárás csodás, hiszen azért itt még aggódtunk az eső miatt, hogy még azért reggel cseperget, de kegyes volt most hozzánk egy kicsit az időjárás, és tényleg igazi a hangulat ahhoz, hogy itt még a sötétben is itt sokan leülnek egy kicsit, beszélgetnek, és nosztalgiáznak a régmúlt karácsonyokról. Valóban, hiszen a hagyományteremtésnek is az volt a célja, hogy idén egynapos rendezvényként, de ha ilyen jó fogadtatása van, akkor valószínűleg a következő években 2-3 több napos rendezvényként kerülhet majd megrendezésre, és hát akkor különböző fellépőkkel, akár szárfellépőkkel is azt gondolom, hogy érdemes lesz majd folytatni ezt a rendezvényt. Itt mondta, hogy ez reggeltől sokáig, tehát egészen sötétedésig és kora estig fog tartani, és azt gondolom, hogy az is egy jó dolog, amit ön mondott itt az előbb, hogy meghallgat egy kórust, elmegy egy kicsit, visszajön, vagy csak arra a kórusra jön, ami neki valamiért kedves, tehát itt folyamatosan cserélődik a tömeg is. Valóban egy ilyen rendezvénynek ez a lényege, hogy jönnek, mennek az emberek, ugye följön, meghallgat egy kórust, elmegy, bevásárol akár ma estére, akár a hétvégi ebédhez, vacsorához. Aztán visszajön, meghallgatja a következő kórust, iszik egy forralt bort, eszik hozzá,
egy kis sült gesztenyét, elmegy egy másik boltba, visszajön egy következő fellépőre, közben beszélget, tehát eltelik egy egész délután, úgyhogy közben azért sok-sok mindent el lehet intézni. Reméljük, hogy mindenki jól érzi itt magát, legalábbis, hogy itt körbenézünk, azt tapasztaljuk. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is megnézte ezt az adventi készülődést. Hogy tetszik, amit itt látott a téren? Ja, nagyon jó a hangulat, és tényleg az advent, a békesség, a szeretet, a karácsony, az, hogy az emberek beszélgetnek egymáshoz, egy igazán jó kisugázású alkalom most. Én örülök annak, hogy ez a kezdeményezés ez ilyen befogadásra talált. Remélem, hogy sokan eljönnek még a mai estén délutánon is, és a következő alkalmakkor szintén. Hát itt közben megy az élő Betlehemet lehet nézni, földíszítették a gyerekek a fát, tehát tulajdonképpen a város apraja nagyja megmozdult a mai napon. Igen, és ott a Betlehemnél egy jó óta is felhasználásra került ugye a helyszínek a kialakításánál. Szerintem tényleg egy kellemes és kedvelhető dolog. Én remélem, hogy lesznek ötletek mindig arra, hogy megújítsuk. És hát várja mindenki a karácsonyt, jövő héten azt követő alkalmakon is ott leszünk Várba katolikus templomban a adventi szentmisét. Hát ezeknek a gondolatoknak a jegyébe telik az évvége, és ez így hasznos és jó. Akkor a családnak is jó ráhangolódást kívánunk a karácsonyra és az ünnepekre. Köszönöm, és én is minden kedves tévénézőnek, karcagiaknak kellemes adventet és békés boldog karácsonyt kívánok. Huba Imrével, a megyei közés elnökével beszélgettünk, itt meghallgatta a Kártyai Medi-szangot, és igazán ráhangolódás volt ez a karácsony előtti napokra. Ön hogyan éli meg ezeket a napokat? Én azt gondolom, hogy minden család életében más és más az advent, de egyben mindenképpen közös, hogy várjuk azt a boldog pillanatot, amely számunkra karácsony estén jön el. De nem csak karácsony este és nem csak advent időszakában, hanem az egész évet úgy kell megélni, hogy az ember a családjával, a szeretteivel és mindenki másra is rengeteget törődik. És számomra ez az időszak elhozta azt a lehetőséget, hogy mindenkinek, akit csak tudok, segíthetek. Szerencsés vagyok, azt tudom mondani, mert olyan kollégáim vannak, akik járva a megyét, rátaláltak számos olyan rászorulóra, aki most tudtunk segíteni az elmúlt napokban, és ez vár rám egészen karácsony szentestéig. És hát azért ezek az ilyen ünnepségek, azt gondolom, hogy egy picit mindig feltöltik az embert, hiszen rohan, nagyon sok olyan nehéz sorsú emberrel találkozik ön is, aki próbál segíteni, de mindenkin nem lehet, de ilyenkor, amikor itt vagyunk és hallgatjuk ezeket a csodaszép énekeket, egy picit ráhangolódik mindenki az ünnepre, arra, hogy figyeljünk a másikra. Igen, nehéz meghatottság nélkül szólni azokról a pillanatokról, amikor egy-egy boldog tekintet visszanéz az emberre, hiszen a segítség az mindig jókor jön, de különösen karácsony előtt. Ilyenkor az emberek még nyitottabbak egymás problémáira, még inkább segítségre és egymás felkorálásra is hajlandóbbak. És mégis olyan problémával is találkoztam, hogy volt, aki azt mondta, hogy nehéz ilyenkor advent idején ajándékot gyűjteni, mert olyan sokan kérnek és olyan sok a rászoruló, hogy talán egy-egy halkabb hang elvész a többi között. De én azt gondolom, hogy ha odafigyelünk embertársainkra, akkor nem fog elveszni senki, akkor mindenkit föl tudunk karolni, és mindenki az időben meg fog érkezni a segítség, és érezni fogja a karácsony szentestén, hogy nincs egyedül. Az előbb azt volt a hangszoróból, hogy legyen minden nap a karácsony, és legyen minden nap karácsony. Azt gondolom, hogy ez lenne a fontos, hiszen nagyon sok olyan civil szervezet van, aki már próbál a rászorulókon segíteni, és ők tényleg nem csak az év utolsó néhány hetében, hanem egész évben folyamatosan, és őket meg lehet találni egész évben. Így van, nem csak az egyházak és a karitatív szervezetek gyűjtik, hanem iskolák és óvodák is gyűjtik a segítséget, és olyan rászoruló családokhoz juttatják el, akik egész éven át rászorulnak, és nem csak advent idején. De azért mégiscsak ez az időszak az, amikor az ember senkit nem szeretne ott hagyni az út szélén, senkit nem szeretne, hogyha egyedül ünnepelne, vagy ne kerülne legalább egy kis gyümölcs, egy kis csokoládé, valami jófajta szaloncukor a karácsonyfára, vagy a karácsonyfa alá. És ilyenkor, aki megteheti, mindenki meg is teszi, hogy segítsen. Én a barátaimmal, munkatársaimmal, családommal ezt a utat járom évek, évtizedek óta, de talán a mostani karácsonyi készülődés, a mostani adventi időszak annyiban másabb, hogy ezt más és különös felhatalmazásra is tehetem. És arra biztatok mindenkit, akinek lehetősége van, éljen azzal
azzal a néhány gondolattal, azzal a néhány forinttal, azzal a néhány tettel, segítséggel, tetrekészséggel, ami másoknak a világot és mindent jelent. Köszönjük szépen, reméljük, hogy sokan megfogadják, és azt gondolom, hogy Karcag azért ebben előjár, hiszen itt a cipősdobos akciótól kezdve nagyon sok olyan dolog volt, amivel már most több száz családnak segítettek. Így van, és a gyermekeim is nagyon nyitottak erre. Ők is gyűjtik a cipősdobozba az ajándékokat, és gyűjtik azokat a tartós élelmiszereket, amivel családokat tudunk segíteni. És különösen odafigyelnek arra, hogy olyan komponensek kerüljenek az ajándékok közé, amiből egy karácsonyi menüt is el lehet készíteni. Köszönjük szépen, és boldog ünnepet kívánunk az egész családnak. Nagyon szépen köszönöm, és én is azt kívánok mindenkinek, önnek is, és minden kedves tévénézőnek. Korábban beszámoltunk arról, hogy sorba kell állni a henteseknél, annyian vesznek már most húst karácsonyra. Szia! Jó napot kívánok! A karácsonyra szeretnék rendelni önöknek a menüt. Töltött káposztából szeretnék rendelni 4 adagot. A halászléből 5-öt. És nagyon jól néznek ezek a kalácsok, és szeretnék 2 mákosat és 3 diósat is kérni. És mikor szeretnéd elvinni? December 24-én megoldható. Hát meg délig itt leszünk. Jó, rendben, akkor értejük. Pár nap múlva itt a karácsony, mik a legnépszerűbb ételek? Jelen pillanatban a kocsonya és a halászlé. Ezek mellett töltött káposzta, toros káposzta és sültes tálakat rendelnek, és persze a diós és májkos kalácsot is nagyon sokan igénylik. Kifejezetten menükínálattal és rendelkezésre áll a vendégeknek? Hát, hogyha szeretnék, akkor igen, de úgy gondoltuk, hogy ezt inkább így előre megrendelésre készítjük el, és karácsonykor és 2 ünnep között menüt nem fogunk készíteni. Mi a tapasztalat, hogyha a top 3-at kellene felállítani, akkor a tradicionális, vagy valami újat is lehet ilyenkor bedobni a köztudatba? De bejáratnál láttunk a menüben egy nagyon érdekes édességet is. A köles málira gondol biztos. Igen, az egy nagyon népszerű desszert nálunk. Nem hiszem, hogy ezt bárki készíti itt Hajdúszoboszlón. Mi elég gyakran elkészítjük, mert nagyon sokan szeretik. De most jelen pillanatban készülünk egy vadas étellel is karácsony és szilveszter körül, az pedig egy kemencében készített szarvas gerinc lesz. Mi az észrevétel? A háziasszonyok maradnak az otthoni konyhába, vagy inkább megrendelik étteremből a karácsonyi menüsort? Hát úgy gondolom, hogy szerintem egyre többen megrendelik, mert nem nagyon szeretnek otthon vele kínlódni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!